Eddig szóban gratuláltam, most már személyesen is Selymes Tibornak. Attól féltem a mérkőzés közben, hogy nem maradt hangja nekünk elmondani a véleményet, annyit üvöltözött a játékosokkal, de megérte. Megérte, az mindig marad, a hang az marad, egy picit erősebb most a hangom, de ez fontos volt nekünk. Fontos volt ez a három pont, már nagyon régóta várunk rá, de megjött. És még ezzel a három ponttal megmaradtak azok az esélyek, amire számítottunk. Már az első perctől látható volt az, hogy valahogy jobban akart a Kaposvár, erre gondolom azért egész héten készültek, de volt itt valami plusz motiváció, amivel pályára küldte a játékosokat? Persze, sokat beszélgettünk, és elmondtuk, hogy ez az utolsó lehetőség, ez maradt az utolsó lehetőség, hogy ha nyerünk, akkor visszajövünk oda, hogy még a bemaradásért harcoljunk, ha nem nyerünk, akkor semmi esélyünk, de mi így játszottunk az első három meccset itthon, de hát nem jöttek a három pontos meccsek. Sok kritika érte a csapatát, hogy nagyon sok játékos mozgás volt. Most akkor már összeállt ez az együttes? Hát ezt azért nehéz mondani, hogy most nyertünk egy meccset és összeállt. Ez még nehéz, még hosszú. Hát egy csapatot nem lehet idézőjelben 2-3 hónap alatt csapatot csinálni. Vannak jó játékosok, vannak, akik meg tudják csinálni, de még mint csapat még van mit dolgozunk. Ezzel a győzelemmel 6 pontra került csapata még a bennmaradástól. Meg lesz? Még maradt némi esélyünk arra, hogy harcoljunk a bennmaradásért. Ha kikaptunk volna, vagy döntetlen, akkor semmi esélyünk nem maradt volna. Már itt is áll mellettünk a Mezőkövesd mestere, aki hát gondolom joggal nem elégedett most az eredmény fényében, meg a mutatott játék fényében. Nagyon gyenge mérkőzést produkáltunk. Az első fél idő szinte azon kívül, hogy helyek közel szervezetten védekeztünk, azon kívül értékelhetetlen volt, semmi más nem valósult meg. A második fél idő egy kicsit nyíltabb játék volt, de semmiféle veszélyt nem jelentettünk, és hát egy gólt viszont kaptunk. Ezen a mérkőzésen nem érdemeltünk pontot, a Kaposvár teljesen megérdemelten tartotta itt a három pontot. Mint a Kaposvár több labdát is tudott volna szerezni, és ahogy ön is mondta, helyzeteket a csapata nem tudott kialakítani, hát a végén már ön se kiabált a játékosaival. Feladta a végén, hogy ebből bármi lesz? Mert a cserék azért hoztak némi mozgást. Hát ott már nem volt mit kiabálni. Igazából a Kaposvár agresszivitásban nőtt felénk. Egész héten erre készültünk tulajdonképpen, hogy nagyon agresszív, párharcokra kényszerítsük az ellenfelet, hogy ne tudjon még semmilyen játék helyzeteket kialakítani, és ebből eddig a csapatom erénye az volt, hogy ha oda tette magát és fizikálisan jól teljesített, akkor jött belőle játék. Ma újfent bebizonyosodott, hogy ahogy nincsen, nem alázat, mert az volt, tehát nincs ütközés, és nincs úgymond a jó értelembe vett harc a pályán, akkor nem tudunk előre sem játszani. Úgyhogy gyakorlatilag helyzet kapura lövés nélkül játszottuk le ezt a mérkőzést, nem érdemeltünk pontot. A mérkőzés előtt ugye beszélgettünk arról, hogy egy itteni győzelemmel azért a csapata megléphet az alsóházból. Hát most ezután milyen folytatás várhat a csapatra? Hát a helyzet változatlan maradt. Gyakorlatilag ugyanabban a pozícióban maradtunk. Most ugye a matematika volt, hogy 5 pontos előnnyel kezdhetnénk esetleg egy Paks elleni mérkőzést. 2 pontos előnnyel kezdjük, és ott kell majd kialakítanunk szombaton az 5 pontos előnyt. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogy sajnos újra az a tendencia, hogy egy jó mérkőzés után jön a rossz. Érthetetlen számomra, hogy tényleg egy nagyon jó honvéd mérkőzés után, egy nagyon rendben levő hét után, hogy tudtunk ilyen gyenge teljesítményt nyújtani. Hát, hogyha most ementén akarok beszélni, akkor a Paks ellen újra a jó mérkőzésünk fog jönni.